Szeretettel köszöntöm Önöket, Takácsi Nagy Gabriella vagyok, a Budapesti Vonósok Szekund Szólam vezetője. Most, hogy már ilyen régen nem találkoztunk kedves közönségünkkel, nem a színpadról, hanem otthonainkból szeretnénk kis produkcióval szolgálni, vagy éppen életünk egy apró mozzanatát bemutatni. Én szerencsés helyzetben vagyok, mert a családunk minden tagja játszik valamilyen hangszeren, így itthon is tudunk együtt muzsikálni. Két idősebbik gyermekem, ők már csak hobbi szinten játszanak a hangszerükön, a két fiatalabbik viszont még tanul zeneiskolában. A zeneoktatás a budapesti vonósok életében is fontos szerepet játszik, nem csak azért, mert szinte mindenki tanít vagy tanított, hanem missziónak is tekintjük a tehetséges fiatalok felkarolását. Számos koncertünkön muzsikálunk együtt pályára készülő diákokkal, de megemlíthetem a 3 évvel ezelőtt indult Zenezúg fesztiválunkat is, ahol az egyik koncertünkre versenygyőztes művész palántákat hívunk meg szólistaként. Visszakanyarodva a családi örömzenéhez, buzdítalak benneteket, kedves zeneiskolás gyermekek, hogy érdemes a gyakorlásban kitartani. Tudom, hogy ez sok lemondással és küzdelemmel jár, de azért, hogy megtapasztalhassátok a kamarazenélés, a társas zenélés, a közös muzsikálás szépségeit és örömeit. Most pedig szeretnénk nektek, illetve önöknek eljátszani Corelli Émol Trió szonátájából egy tételt Bogi lányommal, Benő Botond és Ábel fiammal. Muzsikáljanak, énekeljenek sokat együtt, töltse be zeneszó az otthonaikat.